Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Egy korábbi videómban beszéltem nektek a társfüggőségről, annak a felismeréséről, hogy szeretném egy kicsit részletezni azt, hogy is alakul ki a társfüggőség. Mi a társfüggőségnek a története? A gyerekeknek, tehát a csecsemőnek a korai élethónapjaiban, amikor ugye születése után van, szoros kapcsolata van a gondozójával, az anyjával. Igazából olyankor a csecsemő még nem érzi a külön én részét az anyjától. Őt az anyával együtt egy egységes rendszernek érzékeli a csecsemő. Ő csak annyit érez, hogy el van látva, vagy nincs. Jól érzi magát, vagy nem érzi jól magát. Tehát egy szimbiózisos kapcsolatban van a gondozójával, vagy az anyjával, és a jól ellátott babát örömtelivé teszi, hogyha az anya megfelelőképpen tud reagálni a gyermekének a szükségleteire. Az az anya, amelyik jól ráhangolódik a gyerekre, aki oda tud rá figyelni, jól tükrözi vissza, az egy bizalomteljes, jó közérzetű, optimista, jó indulatú kapcsolatot épít ki a gyerekével, és a gyerek ezt fogja megtanulni, hogy a világ, a körülötte emberek is ilyenek, tehát optimisták, jó közérzetűek, jó indulatúak, bizalmat lehet velük kialakítani, bizalmas kapcsolatban lehet velük lenni. De hogyha egy anya nem reagál jól a gyereknek a reakcióira, a szükségleteit nem megfelelően építi ki, vagy elégíti ki, akkor a gyerek ezeknek pontosan az ellenkezőjét fogja megélni, és azt fogja érezni, hogy a körülötte lévő emberek nem megbízhatóak, nem lehet rájuk számítani, nem lehet velük bizalmas kapcsolatban lenni, nem figyelnek rá, a gyerek nem lesz optimista, nem pessimista lesz, és veszélyesnek fogja érezni a környezetét. Abban az esetben, hogyha az anya jól reagál, jól hangolódik rá a gyerekre, akkor a gyereknek már a korai életszakaszától kezdve elkezd szépen kialakulni a felső önuralma, önbecsülése, megtanulja a gyerek a frusztrációnak az elviselését, el tudja halasztani a kielégülését, megtanul várni, illetve bizalommal lenni, hogy szükségletei később ki lesznek elégítve. Amikor a gyerek eléri az 5. hónap környékét, és ugye intenzíven elkezdi használni a kezét, a lábát, mozog, forog, elkezd kúszni, mászni, majd feláll, körbejárja a kis szobáját, a maga kis területét, elkezd megismerkedni a környezetével, a világgal, akkor azt tapasztaljuk, hogy a gyerek mindig elmegy egy darabig, majd visszamegy az anyjához, ahhoz a biztonsághoz, ami kezdettől fogva az övé volt. És hogyha az anya ezt lehetővé teszi a számára, és biztatja a gyereket, és nem épít ki benne szorongást vagy szemreányást, akkor a gyerek fogja tudni azt, megéli azt, hogy önérvényesítheti az akaratát, hogy magabiztos lehet, hogy a függetlenség az nem bűn, az nem rossz dolog, és hogy abba a barátságos környezetbe, amiben beleszületett, ott nyugodtan kezdheti megismerni a családját, illetve a világot. Körülbelül 10-18 hónapos koruk között a gyerekek már megélik, észreveszik a saját eredményeiket, örülnek, ha megfognak valamit, örülnek, ha oda tudnak mászni, vagy oda tipegnek valamilyen tárgyhoz, eszközhöz, vagy akár valamelyik személyhez is, és ez boldogsággal, büszkeséggel tölti el a gyereket, és hogyha ez megvan benne erősítve, akkor a gyerek érzi azt, hogy nyugodtan függetlenedhet, kialakíthatja a képességeit, megérheti a készségeit, nem fogják leértékelni, nem fogják megbüntetni azért, mert ő neki van kezdeményező képessége, és ezt alkalmazza. Tehát megéli a helyes énképét, megéli azt, hogy ő egy szerethető, megbecsülhető ember, akinek szépen és jól fog alakulni az önértékelés és az önbecsülése. Ugyanakkor, hogyha a családban azt tapasztalja meg a gyerek, hogy elhanyagolják, nem figyelnek rá, hogy másoknak a szükséglete előrébb való, mint az övé, ha bármit kezdeményez, akkor büntetés és szégyen éri, hogyha nem függetlenedhet a
a közvetlen hozzátartozóitól, akkor azért megbünteti, tehát hogyha ne, ha függetlenedik a hozzátartozóitól, akkor megbüntetik, akkor ez nagyon rosszul fog hatni a gyerekre, mivel állandó szorongásban lesz része, azt fogja megélni, hogy ő egy tehetetlen ember, az önbecsülését nem tudja kiépíteni, nem fogja érezni és tudni, hogy ő mire képes, mennyi mindenhez ért, vagy mennyi mindenhez fog majd érteni később. És ennek hatására a gyerek megéli azt, hogy figyelmen kívül hagyják, nem szeretik, nem fogadják el, nem reagálnak a jelzéseire, elveszíti az anyja és a környezete iránti bizalmat, magányosnak, tehetetlennek, elhagyatottnak és depressziósnak fogja magát érezni. És ennek hatására kezd el kialakulni egy hamis én. És ez a hamis én, ez úgy fog kialakulni, hogy vagyis azért fog kialakulni, hogy megvédje a gyereket, a gyerek igazi énjét az újabb és újabb stressztől és traumától, és hogy megfelelőképpen tudjon alkalmazkodni a szülővel való kapcsolatához. Tehát amikor a gyereknek az igazi énjét az anya nem tükrözi vissza, nem jól tolerálja, nem elégíti ki a szükségleteit, rosszalja a viselkedését, szeretetetlennek minősíti, akkor a hamis én az visszaszorul, az nem tud megfelelőképpen kialakulni, egy fejletlen énje lesz a gyereknek, és elkezd helyette kialakulni a hamis én. Ez egy mesterséges személyiség, tulajdonképpen ami egy védelmi vonalat jelent a traumák és a különféle stressz, illetve frusztrációk és csalódások, kudarcok ellen. A gyerek megtanulja ezzel a hamis énnel, hogy visszaszorítsa a természetes késztetéseit, ugyanakkor túlzottan éberré válik a környezete iránt, állandóan szorong, állandóan azt figyeli, hogy honnan éri támadás, honnan éri veszély, elszakad a belső boldogságának a forrásától, és mindig arra a külvilágra fog összpontosítani, amelyik őt bántja, leértékeli, megbünteti és nem szereti. A gyerek megtanulja eközben azt is, hogy nem a saját szükségletei a fontosak, nem a saját igényei, nem fejezheti ki az érzéseit, igényeit, hanem maximálisan alkalmazkodni kell a szülőnek, az anyának, az apának, a környezetnek az igényeihez, és a sajátját pedig vissza kell folytani. És ebben a helyzetben a gyereknek három választási lehetősége van, hogy milyen megküzdési módot alakít ki. Ez lehet egy hatalmi pozícióra való törekvés, lehet visszavonulás a világtól, és lehet társfüggőség, vagy másoknak a kiszolgálása. A társfüggőség tehát egy megküzdési mód arra, hogy a gyerek meg tudja védeni a fejletlen igazi énjét, azt az ént, ami enélkül a hamis én nélkül, a társfüggőség nélkül teljesen széthullan a darabjaira, és a gyerek abszolút nem tudná, hogy ő kicsoda, micsoda, és hogy mire képes, vagy miért van ezen a világon. Tehát, hogyha a gyerek nem tudja megélni az individualizációnak a folyamatát, ami körülbelül 3 éves korban fejeződik be, de egy egész életen át azért változik és fejlődik, tehát, hogyha 3 éves korára nem tudja magát elválasztani a szüleitől, a környezetétől, és nem tudja önmagát független, önálló, pozitív lényként megélni, csak negatív emberként, illetve úgy, hogy a szüleihez van, a környezetéhez van szorosan kapcsolva, akkor azt fogja jelenteni a gyerek életében, hogy kialakul benne az önbizalom rombolás, a pessimizmus, a biztonságérzet helyett a bizonytalanság, a jó anya helyett a rossz anya képe, a rugalmasság helyett a rugalmatlanság, az önállóság helyett a függés, és az érzelmi megnyilvánulások helyett az, hogy elfogyja az érzelmeit, magába fordul, visszahúzódik, elkülönül, vagy társfüggővé válik. A hamis én, amikor érvényesül, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek a hamis énjén keresztül reagál a külvilágnak a jelzéseire, ezen keresztül érzékeli az embereknek a hangulatát, az érzelmi jelzését, a szavait, a tetteit, a testbeszédét, és megtanulja azt, hogy neki nagyon fokozottan oda kell figyelni a
társára, a környezetére, a hozzátartozóira ahhoz, hogy őt ne érje sérelem, illetve hogy úgy kell viselkednie, hogy maximálisan kielégítse a körülötte lévő embereknek a szükségleteit, mert akkor fognak neki békén hagyni, akkor fogják elviselni, akkor fogják tolerálni a személyiségét. És hogyha nem így viselkedik, akkor pedig megtanulja a gyerek, hogy büntetést kap érte, szégyelni fogja magát, vagy közömbös lesz, megtanulja azt, hogy igazából nem szeretett kapcsolat van az emberek között, hanem egy félelem alapú kapcsolat, egy függőségi kapcsolat, amiben az egyik fél dominál, a másiknak pedig engedelmeskedni kell. Akkor, amikor ez a hamis személyiség rögzül a gyerekben, akkor a gyerek folyamatosan alakítja ki azokat a módozatokat, azokat a viselkedési formákat, ami a legadaptívabb, a leghasználhatóbb abban a helyzetben, abban a környezetben, és megtanulja azt, hogy ő neki nincsenek határai, hogy az ő határait folyamatosan átlépik, megtanulja azt, hogy berögzött mintákhoz kell mereven ragaszkodni, hogy nem érheti meg a függetlenségét, és egy idő után erről valahol ez a gyerek le is szokik, és az lesznek a természetes, ami természetellenes, maga a függőség lesz a természetes. Ez a függőség nagyon sok mindenben megjelenik a szülővel való kapcsolatban, megjelenik a különféle, tehát anyagi függőségbe például, vagy lakhatási függőségbe, vagy hogy a szülő mennyire látja el a gyerekét, vagy mennyire hanyagolja el a gyerekét. Tehát nagyon sok területen megjelenik a függőség, hogy a gyerek függ a környezetétől, függ a szüleitől. És egészen addig a társfüggőségnek a hamis világába fog a gyerek, illetve a felnőtt ember rejtőzködni, amíg meg nem él olyan kapcsolatokat, amelyben önmaga lehet, amelyben biztonságot érezhet, ahol odafigyelnek rá, ahol szégyen és bánat és fájdalom és stressz nélkül élheti meg a másik emberrel való kapcsolatot, ahol kölcsönösség van és nem egyoldalúság. Ebben a hamis társfüggő világban, illetve ebben a hamis világban, amit a gyerek kialakít magában a társfüggőségnek a világát, ez, ahogy mondtam, ez egy megküzdési mód, egy magatartási mód, egy választási lehetőség, amit a gyerek választott, hogy ő így tudja legjobban túlélni a traumákat, a stresszt, a megpróbáltatást, a kudarcot, a szégyent. Viszont van ugye másik két megküzdési mód is, a hatalomra törekvés, illetve van a visszavonulás. Hoztam itt nektek egy felosztást a személyiségzavarokról, mert ugye tudjuk, hogy a társfüggőség az egy személyiségzavar, és majd mindjárt megmutatom, hogy melyik csoportba tartozik. Van három csoport, ugyanúgy, mint ahogy van a három megküzdési mód. Van a különc csoport, van a dramatikus csoport, és van a szorongó csoport. A különc csoportba tartoznak azok, akik visszavonulnak, akik elkülönülnek, akik nagyon nehezen teremtenek kapcsolatot az emberekkel. Ilyen különcök, illetve ilyen személyiségzavar tartozik a különvonulókhoz, a különcökhöz, a paranoid személyiségzavar, a szkizoid személyiségzavar és a szkizotípiás személyiségzavar. Tehát ők az elkülönülők, a visszavonulók, akik gyerekkorukban ezt a megküzdési módot választották, hogy ők elkülönülnek és csak magukra fognak számítani. A másik ilyen csoport, a dramatikus csoport. Ez a csoport egy nagyon élénk, nagyon intenzív csoport, mert nagyon nehezen tudja kezelni a dükkitöréseit, az érzelmi világát, az egész indulati életét. Ebben a dramatikus csoportba tartoznak az antiszociális személyiségzavarban szenvedők, a borderline-ok, a narcisztikusok, illetve a hisztrionikus személyiségzavarban szenvedők. Na, azt hiszem, hogy ebből ki lehetett találni, hogy ez a dramatikus csoport, ők a hatalmi csoport. Olyan játszmákat játszanak, olyan manipulációkat hajtanak végre, ahol
önmaguknak a hatalmát próbálják ráerőltetni a többi emberre. Ugye a narcisztikus ember az egyik nagy jellegzetesség, aki a mindenek felett álló grandiózus énjét próbálja másokra ráerőltetni. És van a harmadik megküzdési mód, ez az, hogy társfüggő leszek, tehát függőség kialakítása, ez pedig a szorongó csoporthoz tartozik, így a szorongó vagy elkerülő személyiségzavarhoz, a függő vagy dependens személyiségzavarhoz, illetve a kényszeres személyiségzavarhoz. És ebben a csoportban találjuk meg a függő, dependens, kodependens személyiségzavart is. Tehát a narcisztikus személyiségzavar az a hatalmi csoporthoz tartozik, a függő személyiségzavar, a dependens személyiségzavar pedig az a függőknek, a kiszolgálóknak, a társfüggőknek a csoportjába tartozik. Ez azért is nagyon érdekes, mert maga a DSM osztja fel a személyiségzavarokat három ilyen szép nagy csoportra, és sorolja be, de minden személyiségzavart a megfelelők is maga helyére, hogy amilyen a megküzdési mód, olyan személyiségzavar fog hozzá kialakulni. Én legalábbis ezt így látom, ezt tapasztalom, és ez egy óriási nagy tanulság arra is, hogy abból, hogy valakinek milyen személyiség zavara van, abból nagyon jól megállapítható, hogy milyen gyerekkori nevelésben részesült. Mert ott, ahol hatalmi harcra kell törekedni, mint a narcisztikus személyiség zavar esetében, ott a gyerek és a szülő között hatalmi harc volt, mert a szülő mindenbe le akarta nyomni a gyereket, mindenbe fölötte akart állni. A szorongó csoportban pedig, ahol a függő személyiségzavar van, ott pedig a gyerek azt érzi, hogy ő mindig függ másoktól, mindig függ másoktól. És ez a függés, tehát szó szerint megengedi a függő ember, hogy uralkodjanak rajta. Míg a dramatikus csoportban pedig a felek között egy hatalmi harc indul, hogy ki tud uralkodni, tehát melyik fél uralkodik a másikon. Nem tudom, értitek-e? Szerintem igen. Hoztam nektek még egy másik képet, hogy értetőbb legyen az egész. Két részre osztottam ezt a kis lapocskát. A baloldali részre a narcisztikusoknak a jellemzőiből írtam föl nagyon fontos dolgot, a jobb oldalára pedig a függő személyiségzavarnak a jellemzőiből írtam fel. A narcisztikusoknál van egy hamis világ, ugye ez itt van fölül, ahol szépen lépd el a férfi felfelé a pozícióján, a ranglétrán. Tehát van egy hamis világ. Ennek a hamis világnak a létezését elvárják, hogy a kívülálló személyek, itt a jobb oldali képen, hogy a kívülálló személyek elismerjék ezt a hamis világot. Tehát itt az emberek csak azért kellenek, hogy az ő hamis világát elismerjék. És ha ebbe valami prücök lép be, ha ezek az emberek nem ismerik el az ő hamis világát, akkor ők mindig másokat kezdenek el hibáztatni. Soha nem ők a hibásak, hanem mindig mások a hibásak. És az lesz a rossz ember, aki nem ismeri fel a narcisztikusnak a hamis világát. Ők a hatalmi pozícióra törekvő személyiségzavarban szenvedő emberek, tehát a B-klaszteresek. A kodependensek, a függő személyiségzavarban szenvedőknél, pedig a társfüggő mindig kiszolgálja a másik embert. Különféle szolgálatokat tesz neki, elintézi a dolgait, ellátja pénzzel, lakással, megélhetéssel, étellel, ruházattal, tisztasággal, elmegy érte, tehát nagyon sok mindenben kiszolgálja a másik ember. Tehát a társfüggő, ő mindig kiszolgáló, és a társfüggő mindig a másik ember köré építi a maga világát. Tehát a társfüggő világa egyenlő lesz a társának a világával. Tőle várja, hogy boldoggá tegye, tőle várja, hogy megértse, tőle várja, hogy elismerje, és a társa lesz az ő függő világának, az ő hamis világának a középpontja a társfüggőség esetében. És azt is látjuk, hogy a társfüggő az nem másokat hibáztat,
hanem mindig saját magát. Amikor megszakad egy kapcsolat, amikor elválnak, szétmennek, különköltöznek, akkor a társfüggő mindig önmagát hibáztatja. Azt mondja, hogy mert én gonosz voltam, hamis voltam, önző voltam, buta voltam, irigy voltam, csúnya voltam, szeretetetlen voltam, kibírhatatlan voltam. Tehát a függő, a társfüggő az mindig önmagát hibáztatja, míg a narcisztikus az mindig a másik embert fogja hibáztatni. Szerintem ez is érthető, és most lépjünk tovább arra, hogy hogy lehet felismerni azt, hogy függő, társfüggő személyiség zavarban szenved-e valaki, vagy sem, vagy vannak-e ilyen hajlamai, vagy ilyen személyiség jegyei. A társfüggő személy az körülbelül így érzi magát. Gyakran nem tudom magam szétválasztani a másiktól, teljesen azonosulok vele. Nem tudok önálló lenni a másiktól, üresnek érzem magam nélküle, annyira összefolyik az életem és a másik ember élete, hogy jóformán nem is tudom, hogy egy-egy gondolat vagy érzés, hogy ez az övé, vagy az enyém, vagy egyáltalán kinek az életét élem. Gyakorlatilag a másik személyén keresztül élem az életemet, mindent elmondok neki, elvárom, hogy viszonozza, kritika nélkül szajkózom a véleményét, gondolatait, szolgáljan követem világnézetét, értékrendjét, ízlését, és ha felmerül bennem a partneremtől vagy szülőtől eltérő gondolkozás, érzelem vagy viselkedés, akkor ezt azon nyomban megsemmisítem magamban, bűntudatom lesz, mert ez az én számomra elviselhetetlen, valakivel mindig azonosulnom kell. A megküzdési módokhoz hozzátartozik ebben a személyiség zavarba, hogy vagy teljesen független akarok lenni, és kerülöm a társaságot, hogy elkerüljem a nyilvánvalóságot arra, hogy társfüggő vagyok, vagy teljesen ellenkező akarok lenni a másiktól, vagy pedig hasonlítani akarok rá, és mindent elutasítok, ami tőle jön. Ez egy séma is, tulajdonképpen ez egy olyan forma, egy olyan berögzült téveszme, egy olyan berögzült gondolkozásmód, hiedelemrendszer, amin lehet változtatni, sőt kell is változtatni, ahhoz, hogy ebből a társfüggőségből, ebből a függő személyiség zavarból meg lehessen szabadulni. Hogy lehet ezt feloldani? Először is megértem azt, hogy én különálló személyiség vagyok, meghúzom a saját határaimat, nem engedem, hogy valaki rám telepedjen, nem engedem, hogy rám erőltessenek valamit, nem mondok el mindent magamról, a személyes dolgaim azok csak rám tartoznak, elfogadom és gyakorlom azt, hogy mások nélkül is jól érzem magam, nincs lelkiismeret furdalásom, hogyha a másiktól távol vagyok, vagy ő van távol tőlem, észreveszem másokban a jót, de észreveszem másoknak a rossz tulajdonságait is, megismerem a saját erősségeimet, pótolom a hiányosságaimat, önfejlesztem magam, tanulok, fejlődök, és megpróbálok önálló életet kialakítani. A társfüggőség kialakulásának, tehát ez lenne a lényege, a menete, tehát gyerekkortól egészen odáig, amíg az ember benne van ebbe a nagyon, nagyon kellemetlen élményű személyiségzavarban, és még annyit hozzátennék, hogy a narcisztikus az vissza akarja szippantani, vagy megpróbálja visszaszippantani a tőle elmenő embert, tehát aki ott hagyta a társát, tehát ő visszaszippantja, úgy manipulálja, hogy visszamenjen hozzá, míg a társfüggő nem teszi ezt. Ő nem szipkáz vissza senkit, hanem ő egy olyan különleges megoldásmódot használ, hogy nem irogat, nem keresi a másik társaságát, vagy legalábbis nem annyira nyilvánosan, mint amilyen módon a narcisztikus teszi, hanem ő beburkolózik, tehát a társfüggő beburkolózik a maga kis világába, a társfüggő világába, előveszi a régi emlékeket, fényképeket, leveleket, videókat, különféle tárgyakat, azokat babusgatja, azokat állandóan nézegeti, felidézi a közös élményeket, a jó pillanatokat is, és a rosszakat is, és állandóan kérdéseket tesz fel magának, hogy mit rontottam el, mibe voltam rossz, miért nem feleltem meg neki,
Tehát ő nem visszaszipkázni akarja a másik embert, vagy nem ezzel foglalkozik, hanem szinte önmagát hergeli bele, hogy a szakításnak a fájdalmából ne tudjon kimenni, ne tudja azt feldolgozni, illetve ne tudjon újabb kapcsolatot kialakítani. És